Japánát délkeleti pontján elhelyezkedő mozgalmas múltú és gazdag művelődési hagyománnyal rendelkező verset természeti szépségeiről, ízletes szőlőjéről és kiváló borairól ismert. Október 6-án eréki bánáti városban szívélyes fogadtatásban részesültünk. Ugyanis a közelgő jubileumunk alkalmából szervezett a TV a helyszínen sorozatunk 5. állomása itt volt, a Verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület színház termében. Nagy örömmel jöttünk Önökhöz, Bánát legtávolabbi csücskébe. Közhelyessé vált már a kijelentés, mely szerint a megmaradásunk szempontjából döntő fontosságú a végváraink megőrzése. Bár sokan és sokszor hangsúlyozzák ezt, mégsem veszik kellően komolyan. Az a munka, amit Önök itt nap mint nap végeznek azért, hogy lehessen még magyar szót hallani Versecen és a környező településeken, sajnos nem kap kellő elismerést, és úgy gondolom, hogy kellő támogatást sem. Nekünk, mint vajdasági közszolgálati médiumnak, feladatunk és kötelességünk is, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük Önöket. Ugyanolyan fontos számunkra a tömbben élő magyarság, mint a szórvány, de a szórvány esetében sokkal nagyobb a felelősségünk, hiszen a mi műsoraink is hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy ne érezzék magukat egyedül. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendezvényen a környező települések Fejértelep, Udvarszállás és Ürményháza magyarjait is köszönthettük, nem csupán a nézőtéren, hanem a fellépők soraiban is. Ez alkalommal felidéztük Fejértelep múltját. A Halló TV forgatócsoportja 17 évvel ezelőtt járt itt. Azóta sok minden megváltozott, ugyanis akkor 450 magyar élt Fejértelepen, mostanra a számuk 333-ra csökkent. Érdekességként elmondanám még, hogy amikor Fejértelepre igyekeztünk 17 évvel ezelőtt, azt mondták, hogy ott nincs telefon, a postást kell felhívni, majd az átadja az üzenetet. Így is történt, csak rosszul adták az üzenetet, és mi egy nappal korábban érkeztünk, de azért a riportozás sikeres volt, és azóta is nekem nagyon szép emlékemben maradtak az itteni magyarok, az itteni emberek, Versec és Fejértelep lakossága is. Az előző szerkesztők már bejárták egész vajdaságot, mi az ő nyomdokaiban járva eljutottunk ide a keleti végekre is, Versecre, ha nem is olyan sűrűn, de néha eljutottunk, de gyakrabban jártunk a környező településeken, így Fejértelepen is az utóbbi 20 évben jártunk kétszer is. András 2006-ban készített ott egy félórás műsort, majd pedig 2010-ben járt ott, amikor a falu megkapta a telefont. Ez is egy érdekes eset volt, ugyanis vízvezetékük hamarabb volt, mint Párizsnak, viszont a telefon csak 2010-ben kapták meg. Mekkora ez a falu és mekkora területen gazdálkodnak az ottani földművesek? Hát a falunk Fejértelep olyan 4000 hektáron fekszik a déli-blati homokpuszta szélén. Na most ebből a 4000 hektárból mindössze olyan 300 hektár, amit termőföldnek számít, harmadik, negyedik és ötödik osztályú, a többi az mind erdő és legelő. Hogy is áll a szőlőtermesztés? Most elvégre a szőlőhöz kötődik magának a falunak a megalakulása is. Hát jobban mondva a filoxérához kötődik a falu, mert a filoxéra 1882-4-ben tönkretette itten ebből a területen az összes szőlőszetet, egész Európába, de ide abban az időbe ért. És amikor Bécs, még Budapest nem akartak bor nélkül maradni, és itt Versec környékébe, a homokpuckába, a verseciek tartottak szőlőt, hogy javítsák az övékét, mert itten több termés, ottan gyengébb termés, de jobb a kvalitét volt. És akkor úgy döntötték Bécsbe, hogy itten a homokpuckába egy 7 falvat építsenek föl, hogy azok csak borral foglalkozzanak. Az első volt Sosar. Abban az időben, az 1890-ben lett betelepítve, ottan már éltek népek, akik a szőlőszettel foglalkoztak, verseci gazdáké. Versec egy gazdag város, és nagyon szép város. Jellemző az még, hogy igenis nagyon sok a vegyes házasság.
És a verseci magyarok szerintem, amennyire én tudom, nagyon is meg vannak becsülve itten Versecen, a szerbektől és a rományoktól. Mert mi tudjuk, hogy Versec a rományok központja Szerbiában. Ám de a városban több a magyar ajkú lakosság, mint a román. A románok jobban a környező falvakban élnek. A 26 falu közül 20 falu az körülbelül mind román falu. Versecen már több mint 20 éve nincs magyar oktatás, de anyanyelvünk ápolása mellett a magyar kultúra kincseit még mindig őrzi a lakosság. Különböző rendezvények, kézimunka, tánc és énekcsoportok, illetve a hagyományok révén. Vagyunk még, vannak még gyerekek és fiatalok is, az anyanyelvápolás is folyik, ami 1992-ben szűnt meg a magyar oktatás, és akkor abban az idő után Kriszbai Hajnalka vette át az anyanyelvápolást, és sok évek során a Kultúregyesületnek a titkára volt, és neki köszönhetően, meg az akkori elnöknek, Lantos Lajosnak köszönhetően megmaradt még a magyarság Versecen, és most is anyanyelvápolás folyik a helyi iskolában, és itt a Kultúregyesületben is foglalkozunk a gyerekekkel. És a Versezi Petőfi Sándor Kultúregyesület az egy olyan egyesület, ahol még elhangzik a magyar szó, és ahol még ápoljuk a hagyományokat. Más egyesület nincs Versecen, van a környező falvakban, Fejértelepen is nagyon jól működik az Ady Endre Egyesület, és nagyon reméljük, hogy még sok idők elteltével is meg fogunk maradni. Hogyan lehet megszólítani egy olyan gyereket, aki akár előfordulhat az is, hogy otthon szerbül beszélnek? Hogyan lehet őt rábeszélni arra, hogy őrizze ezt a nyelvet? Onnan kell kezdeni, hogy a fiatalok. Tehát ha nincs utánpótlás, akkor mi idősek egy szép napon kimulunk, és nem hallani tovább a magyar szót ezen a vidéken. Tehát mindvégig azon dolgoztunk, hogy legyen utánpótlás. Itt az anyanyelvápolás volt első helyen, mivel én 82-ben, 83-ban kezdtem tanítóként itt dolgozni, magyar tagozaton, először osztatlan tagozaton, majd később összevont tagozat lett. Azt merem mondani, hogy nem a hatóság csukta be az iskola kapuit 92-be, hanem mi szülők voltunk azok, akik úgy hittük, hogy ha gyerekeink szerb nyelvű iskolába iratkoznak, valamire jutnak az életbe. Igazuk volt? Régóta bebizonyosodtunk arról, hogy nem. Azt kell, hogy maradjak, ami vagyok. Tehát ebbe nagyon csalódtunk. Bene Anna, Klára édesanyja, ugyebár
igencsak kiveszi a részét itt a munkából, ami a Magyar Konyha napjait is illeti, meg hát a mézes kalácsok díszítése, készítése, és be is tanítja a többieket. Hát igen, az idén harmadszor szerveztük be a Magyar Konyhanapokat, május végén valahol, hát kicsit elsős idő is volt, de azon kívül nagyon jó sikerült, örömünkre. És bizony hiányzott az ételből is, nem volt elég. És hát a menünkön pörkölt, hagyományos ilyen magyar ételek vannak, és bevezettük a lángost, a magyar lángost. Nagyszerű. Aminek nagyon nagy kapása lett. És olyan népszerű lett. Különböző kalácsokat, ilyen hagyományosokat készítünk, indulva mondjuk a turus palacsintától, a zserbótól. Amit a mézes kalácsot illeti, azt pedig egy mesterszakácsunk van, aki pillanatilag nincs közöttünk, de ő vezetett be ebbe a munkába minket. Egy régi, hagyományos, hát én nem is tudom hány tizedéves recepttel. Hogy hívják a mesterszakács? A mesterszakács Kisnená, de biztos Kisnená nézni fogja a műsort. És ebben a riportban is itt meg is mutatkozott, igen. Hiszen akkor kürtős kalácsot készített. Akkor kürtős kalácsot készített, igen. És hát a különösképpen a mézes kalácsokat karácsony táján szokjuk készíteni, mert a december folyamán van egy ilyen kalács kiállítás fesztivál a Hotel Szerbiába, és ott beszokunk mutatkozni, most már egy jó párszor voltunk ott, és népszerűsítettük a mézes kalácsot, a zserbót és a többi hagyományos magyar kalácsot. Ilona az, aki ezeket a szép kézi munkákat varja a kedves hölgyekkel együtt. Ezek a kézi munkák tették szebbé ezt a színpadot, és szebbé az életüket. Igen? Igen. Igen, úgy van. A Petőfi Sándor Kultúregyesületnek sajnos nincsen kézimunkacsoportja, de ez nem hiba. Azért, mert a szorgoskezű asszonyok és a kézimunkakedvelők otthon megcsinálják a hímzést, a horgolást, a kötést, tehát amit szeretnek. És amikor ilyen rendezvényünk van bárhol, mi összehozzuk ide, és akkor kirakjuk. A délbánáti szemléken megjelenünk mindig, tehát van egy kisebb kiállításunk. Utána a Városi Nagy Múzeumban tavaly szerveztünk egy igen nagyon szép kiállítást, ami az első magyar hímzésű kiállítás volt Versecen. Szeretnénk a másodikat is megszervezni. Még az idén talán, ha nem, akkor jövőre. Mennyien jönnek össze, hogy gyakorolják ezeket a szép hímzéseket, és kitől tanulják el? Hát én remélem, mivel hogy én az édesanyámtól tanultam a hímzést, hogy ők is, a többi asszonyok is az édesanyjuktól örökölték ezt a szép hagyományt, ezt a lapos hímzést, kézimunka kivarást, vagy úgy mondjam, akkor a kötést, a horgolást. Hogyan folyik a drukkolás? A drukkolás? Hát most már egy kicsit modernabban is, de még régiesen is néha úgy szokjuk, hogy előveszük az alumínium kanalat, és a hajunkhoz dörzsöljük, és akkor rádrukkoljuk, rányomjuk az anyagra, és akkor az szépen kijön. De most már ugye festékkel, vagy spiritusszal, pauszpapíron kilukasszuk, és átvisszük az anyagra. Hagyományos mintáról beszélhetünk, amely csak jellegzetes itt Versecre? Hát amennyire én visszaemlékszek, édesanyám az őszi rózsákat varta, és a rózsákat, tehát ez volt hagyományos. Utána a keresztszemes keresztöltés is divatba volt. Mostan az utóbbi 10, talán több évet is mondhatok, bejött a kalocsai mintázott anyag, azt is elfogadtuk, és nagyon szeretjük varni, kalocsai Matyó. Itten van egy jó pár blúz, szépen kihímezve, és aztán a kedvünk szerint, kinek mi tetszik. Hagyományápolással is foglalkoznak. Ez miben nyilvánul meg? A betlehemezésben. Hogyan állt föl ez a betlehemezés? Mesélj el. Hogyan kezdődött?
Hát ez úgy kezdődött, hogy először ilyen egy családi körből kaptam egy olyan kincses könyvet, és ott benne volt egy betlehemes, és azt betanultuk a gyerekekkel, azaz már nem gyerekek, felnőttekkel, és avval mentünk el a délbánáti szemlére. Utána még egyszer ugyanazzal, majd aztán találkozunk egy idős bácsival, aki 1919-ben született, és azt mondta, hogy Ilonka, miért gyárjátok ti azt a betlehemest, amikor a versöcieknek van betlehemesük? Mondom, én erről nem tudok, majd én te neked leírom. Leírta egy papírra, és szerencsénkre abba az évbe Bodor Anikó versecen járt, mert népdalt gyűjtött. És én említem neki az öreg bácsit, úgy hitták, hogy Csorba László, és mi elmentünk haza a Laci bácsihoz, Anikó felvételezte, és az anyagot elvitte, nekem lekottázta az énekeket, mindent, és megkaptam az anyagot, megcsináltuk a betlehemest, összeállt, 2000-ben már Budapesten szerepeltünk a Fonóba, utána még kétszer a Fonóba gondolom, majd aztán a Millenáris Parkba, és most hát utoljára már a debreceniek vették át a szervezést, és Debrecenben járjuk a betlehemest. Szagos a rozmarin, szagos a rozmarin, földre hajlik az ága. Gyere kis angyalom, ülj az árnyékába. Nem ülök, nem ülök, rozmarin árnyékába, galambom összegyűröm ruhám, fehér alsó szoknyám, meg jó ide eljönni és társalogni, ugyan az iskolában szerbül beszéltek. Hányan vagytok az osztályban, és valami olyasmit említettél, hogy te vagy az egyetlen magyar ajkú gyerek? Az osztályomban van 30 gyerek, de sajnos én csak vagyok én magyar lány, és nincs társaság, magyar társaság, azért járok itt a magyar házba, és itt bírok társalogni magyarul is. Műsorestünkre két díszvendég is érkezett, Júdal Rózsa írónő, újságíró, akinek erős verseci kötődései vannak, ugyanis édesanyja Börcsök Erzsébet, az első vajdasági magyar írónő hosszú éveken át magyar tanárnő volt Versecen. A másik díszvendég Vitkai Kucsera Ágota operaénekes, egyetemi tanár volt, akit zongorán Klem Dávid kísért. Önnek is rengeteg vershez köthető emléke van. Ma például, amikor ide érkezett, milyen régi emlékek idéződtek fel önben? Hát ugye nagyon sok kedves ismerőssel találkoztam. Gyerekkoromban és felnőtt koromban is. Nagyon örülök, hogy ismét találkoztunk. De egyébként az egy érdekes momentum volt, hogy akkor még középiskolás voltam, amikor az a nagy árvíz volt. És megírtam a magyar szónak, mint diák.
egész oldalas riportot. Azután, amikor kigyulladt a kórház, akkor azt is megírtam, a Magyar Szóba szintén megért. Majtényi Mihály felesége azt mondja, de jó magának, Rózsika, jó helyen van. Verset? Azt mondja, hát ott mindig történik valami. Hát ilyen dolgok is történtek, de sok szép is, nagyon sok szép dolog. Úgyhogy, hát itt kezdtem én is írni, az édesanyámat figyeltem az ő Royal Barrel-ok írógépén, ahogy írta, és akkor én megtanultam hamar írógépen írni, és akkor másoltam neki az írásait. És a férjét is itt ismertem. A férjem, igen, Verseci, szintén dr. Jódal István erdőmérnök, aki Belgrádban diplomált, Zágrábban doktorált, de az első munkaéveit itt a közelbe Plandistén, azaz Zicsi falván töltötte, és habár Verseci és az édesanyám mind a három Jódal fiút tanította, én nem ismertem, mert 9 évvel idősebb. És akkor hazajöttem én is a főiskoláról, ő még itt, hát a munkáról hazajött, a hétvégét a szüleinél töltötte, és hát kimentünk, akkor divat volt korzózni, és leföl korzóztunk a városba, és akkor bemutatták, hogy a Majom-szigeten állt. És akkor haza kísért, 2 év múlva el is vett feleségül. Vitkai Kucsera Ágota neve, én azt gondolom, hogy nem ismeretlen önök előtt, hiszen nagyon sokszor hallhatták már őt énekelni. Jártál-e már Ágota Versecen? Sajnos Versecen nem jártam. Most körülsétáltam elő, az első alkalommal jöttünk ma este, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Gyönyörű a templomok, a katolikus templomunk, szebb, mint az újvidéki, kell, hogy mondjam. Sajnos be volt zárva, úgyhogy amit megtekinthettünk, egy picit annyit megtekinthettünk, és körülsétáltunk, és nagyon tetszik. Gyönyörű városban élnek. Nyugaton épp úgy, mint keleten, divatos mindig a szerelem. Csupán a forma nem ugyanaz, de mindenütt szép a tavasz. Ich liebe sie itt, ott szeretem, I love you itt is, ahon se te. Magát ma, legyen az én 4-5-6 gyermekemnek édes mamája. Soha se voltam szerelmes, de maga mindig velem lesz. A kül alakja roppant, jól áll az én huncut szememhez. Én bevallom őszintén, azt hittem a munkásságom során, hogy már bejártam Vajdaság minden zegédzugát, tévedtem, hiszen Versecen nem jártam. Tulajdonképpen jártam 1-2 héttel ezelőtt a Herceg Ferenc napokon. Nagyon szép város, Vitkai Kucsera Ágota mondta, hogy gyönyörű város, és említette, hogy nagyon tetszik neki a templom. Ön, amikor 8 évvel ezelőtt ide került Pancsováról, és meglátta a templomot, gondolom nem akkor látta először, de amikor tudatosult önbe, hogy ez most már az ön temploma, akkor mit érzett? Nagyon nehéz kifejezni mindazt, amit éreztem a szívem mélyén, hiszen valahol 5-6 éves koromban jártam itt először, legalábbis az emlékeim úgy sugallják, amikor megboldogult édesanyámmal jöttünk a Verseci Szentkereszt búcsúra, akkor természetesen még itt éjszakáztunk, és a kisgyerekként ugye, tehát a vonat állomástól gyalogoltunk a templomig. Ott az édesanyám az egyik oszlopnál a levő sarokba, ameddig a padok nyúlnak, ott egy pokrocot leterített, úgyhogy ott foglaltam helyet, és hát mint kisgyerek, tehát imádkoztam, szaladgáltam, sétáltam, stb. Tehát abszolút akkor még nem tudatosult bennem, hogy Isten hív, tehát hogy papi hivatásra lépjek, stb. A később természetesen sokat megfordultam itt Versecen, mint gimnazista, mint papnövendék, a búcsukon mindig jelen voltam. A Magyar Csernyéről is jöttünk ide búcsúra
később Pancsováról. És akkor mit állt Isten, ugye, tehát villámcsapásra derült égből, mikor a püspök úr közölte velem, hogy az ő végső döntése az, hogy én ide jövök. Megkérdezett, hogy elfogadom-e, hát ugye ilyenkor az ember csak azt mondhatja, hogy nem vagyok méltó, nem, ezt tiszta szívből mondtam akkor is, de igent mondtam, mert az én elvem az, hogy az előjáromnak, a püspök úrnak a döntésére mindig igennel válaszolok. És akkor egy vallomással tartozom, tehát annak idején, 2009-ben, mikor gépkocsimmal elhagytam volna Pancsova területét, akkor megálltam. Úgy éreztem, hogy bezárul mögöttem egy kapu, tehát szó szerint egy áldást adtam a városra, és azt mondtam magamba, tehát, hogy most úgy közelítek Vercsesz fele, mint ha én választottam volna, mint ez lett volna a gyerekkori, vagy az ifjókori, vagy bármikori álmom, hogy én ide jöjjek. Ennyi, kislány, miért remeg a kezed, miért piros az arcod? Most már látom színarany a szíved, még ha be sem vallod. Nem kell tagadni a szerelmet, látod, én is nagyon szeretlek. Akárhogy is nevetsz, tudom, engem szeretsz, ég a piros arcod. Nem kell tagadni a szerelmet, látod, én is nagyon szeretlek. Akárhogy is nevetsz, tudom, engem szeretsz, ég a piros arcod. Ez az utca végig, 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 minden kis kapuba rózsa nyílik, minden kis kapuba kettő, három, csak az enyém hervad te anyáron. Azért, hogy én ilyen sápad vagyok, ne gondolják, hogy én beteg vagyok. Elsárgított engem a szerelem, babám nélkül mit ér az életem. Ez egy nagyon-nagyon szép élmény, amit még eddig nem éltem át, és gondolom, amíg élek, erre fogok emlékezni. Mert ez öröm, hogy ennyi magyarság összejött. Megvan egy közösség, ahol nincs veszekedés, minden megvan beszélve, és nekem ez nagyon jó. Nem jártam még egyébként túl sokszor a vajdaságban, vajdasági magyarokkal nekem nem volt kapcsolatom, ezért számomra is ez egy nagyon új dolog. Azt gondolom, hogy nagyon példamutató az, ahogy ők az anyanyelvüket és a kultúrájukat ápolják. Az, hogy egy ilyen kis közösségben ennyire messze az anyaországtól is igyekeznek ezt a kultúrát és ezt a nyelvet megtartani. Szuper! Nagyon szép volt. Valóban tényleg szépen össze volt állítva mindenből egy kicsi. Minden részletből, mert az ember nem lehet csak egy maga beszélni, nem akkor, ha már így akarjuk, akkor mindenről kell beszéljünk, nem? Az ember egy kicsit kimozdul legalább a házban, tudom? Mert az embernek muszáj a ház, mert meglükül az ember. Hogy mondja a francia, fú-fú! Hát nem igaz!